Sziasztok, Szucsánszki Zita vagyok, nézzétek velem a Zeneshow TV-t, és szurkoljatok nekünk a válogatottnak a Nemzeti Sport Online-on. Hiába csengettek be az Algyai Fehér Ignác Általános Iskolában, hiába kell elsajátítani az osztás és a szorzás gyakorlatát, ha a szomszédos csarnokban a magyar női kézilabda válogatott edz, akkor még a tanítónéni is befejezi a matekórát, és az osztályával kiül a lelátóra. A kíváncsi tekintetek még a hétről hétre kemény meccseken edződő klasszisoknak is jól esnek, persze, hogy előtörnek a régi emlékek. Nagyon jó érzés, hiszen nagyon csillog a szemük, és az olyan jól nézni, amikor így felnéznek ránk. Én is emlékszem, amikor ugyanígy volt, hogy én is jártam ki a felnőtt válogatott edzéseire, és tényleg nekem nagyon jó érzés volt, úgyhogy remélem, hogy nekik is ugyanilyen pozíciómat tudunk nyújtani, mint ami nekem volt annak idején. A pályán megkezdődik a munka. Hajdúján a szövetségi kapitány köszöni, most nem kéri a szokásos kávéját, helyette a könnyed bemelegítés után gyors labdás gyakorlatokat vezényel a lányoknak. A keresztmozgások, a keresztpasszok és a kapusok bemelegítése után jön a finom hangolás. Előkerül a szemüveg, a toll és a papír, rajta a győztes taktikával. Az elsődleges szempont, hogy frissítsük a csapatot, illetve letisztázzuk le... lefixáljuk a taktikai repertoárt. Tehát amit már nem játszunk, ami nem lehet eredményes, azt elfelejtjük, és elővesszük azokat a dolgokat, amit játszanunk kell elsősorban az első mérkőzésen a csehek ellen. A csapat körüli nyugodt légkör azonnal érezhető. A lányok edzés közben is bíztatják egymást, vagy jókat nevetnek a másik megjegyzésén. Azonban amikor megszólal a síp, mindenki a munkára koncentrál. A pontos passzokat hatalmas lövések követik, van, aki gólt szerez, van, aki a kapusok egyik nagy védésének gratulál. Van pár napunk, nem most kell bombaformában lenni, úgy gondolom, hogy folyamatosan kell belelendülnünk, tehát a meccsekről a meccsekre haladva előre, és remélem minél jobb formát fogunk mutatni a vége fele. A másfél órás tréning után a gyerekek óriási élménnyel sétálnak vissza az osztályaikba. Aki ma hiányzott az iskolából, holnap irigykedve hallgathatja az osztálytársak beszámolóját Görbic Anita passzairól, Tomori Zsuzsanna bombaerős lövéseiről és Herrós Olya nagyvédéseiről.